Májusban a dunamenti területeken csak nem egy évnyi csapadékot kaptak a földek, míg Báncsiskun megye egyéb területein 220 mm, azaz körülbelül a fél évének megfelelő mennyiségű eső esett. A várhatóan alacsony felvásárlási ár és az egyéb gabonapiaci kilátások a gazdák nagy részét arra sarkalták, hogy megpróbáltak spórolni. A szokásos két gombaölőszeres kezelés helyett egyet alkalmaztak, és a viszonylag sok csapadék miatt itt azt gondolom, hogy többet buktak ezzel a gazdák. Az árpa esetében már megkezdődött a betakarítás, így itt már a számok is látszanak. Az árparatás az 70-80%-os készültségben van. Ott számítottunk egy megyei átlagra, azért egy 7 tonna fölötti termésmennyiségre számítottunk, a délvidéken ott 8-9 tonnás termés átlagok látszottak. Sajnos a kombájn az most megmutatja, hogy egy 5 és 6 tonna közötti termés átlag lesz valahol megyei szinten. Ez a termésmennyiség közepesnek mondható. A búzát és a repcét még csak most kezdik betakarítani. Ezen növények esetében a jelenlegi változó időnként csapadékos időjárás is befolyásolhatja majd az eredményt, de hasonló közepes hozamot jósolnak jelenleg az agrár szakemberek.